emberek. Igazából egy ilyen véletlen videó lett, ugyanis nyomtató patront vásároltam, és kaptam hozzá ajándékba egy ilyet. Majd mindjárt veszem az acskóba, hogy jobban fog látszódni. Elsőre én is azt hittem, hogy egy MP3 lejátszó, de nem. Nem tudom, hogy melyik raktár sarkában találtak ebből, gondolom, egy raklappal, de hát hozzávágták a 4000 forintos tonerhez, tehát ez ennyire brutál cucc. Nos, bontsuk is ki, hogy mit kaptam ajándékban a 4000 forintos Epson tonerhez. Gyerekek, ja, nagyon régen nem láttam, főleg nem újva. Mondom, nem tudom, hogy melyik raktárban bújt ez meg. Ez egy topline, nyilvánvalóan. FM rádió, vagy AM/FM, nem, szerintem simán FM rádió. Ez egy nagyon-nagyon messziről iPod, most meg nem mondom melyik iPod, nekem sosem voltak iPodjaim, úgyhogy mindegy. Tehát valami iPod féle forma FM rádió, és hát adtak hozzá egy fülest is, mert az jó. Oda néz. Nagyon-nagyon emlékeztet a tipikus kínai piacos fülesekre. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog szólni, vagy valami. És van hozzá, oda néz, két darab gombelem. Szerintem ezek a gombelemek, ezek halottak. De azért CE, ROHS, recycling, meg amit akarunk még hozzá. Szóval, lássuk az FM rádiót. Figyeld. Oh. Ez az a cucc, amit már AliExpressen sem kapsz meg, mert annyira gáz. Van ezekben egyetlen bármi nemű villany? Ó, oh, tele van. Tele van 1,5 volt feszültséggel, úgyhogy tegyük is szépen bele a két darab gombelemünket. A hordozható, ja, hogy ez kijön? Oké. Okay. Hordozható FM rádióállomásunkba. Úgy. Ja, vagy ez a kapcsolója. A működését semmi sem jelzi. Bontsuk ki ezt a fülest. Ez sem egy hosszú darab. Kicsit olyan érzés, hogy bármelyik pillanatban eltéphetem. Valószínűleg ez az antennája is. Ó, klasszikus közösítő, csúsztatható közösítővel, és akkor így bármennyire lehet hosszú. Hát ez kicsit gyerek kínai fejre való, úgyhogy kicsit széllet tépem. És lássuk, hogy szól-e valamit. Recsegni recseg. Most már zúg is. Ezt szerintem hangszóróval kéne csinálnom. Úgyis elkészült az MHV műhely hifi. Na. Valami. Na, így valami van. Ugyanazt csinálja a fülesbe is egyébként. Hiába nyomok rá a szkennre, semmi. És még csatlakozója is szar. Jézus Mária. Na ez a környezetszennyezés, baszki. Azért reméltem egyébként, hogy legalább annyira jó lesz, hogy valami megszólal bennejék, hogy csak ilyen sistergős Kossuth rádió szinten is, de ezek szerint nem. Úgyhogy, ha már egyszer legyen bármi célja ennek az eszköznek, ha már legyártották valahol mainland Chinában. Szedjük szét, nézzük meg, hogy mi van benne, tehát legalább műsor legyen belőle, ami már jobban felülírja a használhatóságát, mert ez valószínűleg bárki, aki megkapja, mint ajándék egy termékhez, egyből vágja bele a kukába. Én legalább annyit adok neki, hogy legalább ennyi értelme legyen a létezésének, aztán ugyanúgy megy be a szemétbe, mert gyakorlatilag ez egy hulladék, már legyártása pillanatában is egy hulladék volt, de na. Wow.
ez biztos, hogy nem egy mai darab. Már úgy mondom, hogy valószínűleg... Hát fel is tudja, hogy mikor gyárthatták. Bármi nemű dátkód, természetesen azzal nem foglalkoztak, hogy a... Nem, sincs benne semmi. Mert ugye általában bele szokták tenni, mikor így gyártás, meg ilyesmi, tehát Kínában ugye ez nem volt divat, csak fossa a fröccsöntőgép, hogyha nagyjából össze lehet passzírozni, akkor már mehet nyugatra. Két darab kis lemezgombocska, tactile switch, és hát van benne egy, mindjárt mondom milyen, hát annyival ráírva, hogy 9088 CXFDY, valószínűleg ez egy ilyen egycsipes FM rádió féle valami, antenna pedig benne van itt. Egy darab potméter, egy kapcsolós potméter, zsebrádiós cucc, meg egy tranzisztor, meg talán ez is egy tranzisztor. Nem, szerintem ez valami optócsatoló féle lehet. Szóval ennyi az egész. Van rajta egy LED. Várjunk csak. Van rajta egy LED, és nincs neki kivágás. Na ezt azért megnézzük. Az a LED világít, és világít a LED, világít benne a LED, és nincs rajta kivágás a LED-nek. Bassz meg, de szar. Valamit, adjunk neki még egy esélyt. Na, nem hallok benne semmit. Ki is nyírtam volna véletlenül? Na, világít a LED. Vagy a füles halt meg. Na, ez... Ez megmurdelt. Tehát most már nem is szól. Tehát ez a füles is szörnyű, tehát ezek mondom, azokra a fülesekre emlékeztet, amiket még a bolhán vettünk ilyen kínai járosoktól 150 forintokért, mert gyakorlatilag olyan, tehát belerakom a fülembe, és ugyanazt érzem, mint annó, hogy úgy szar, de csak, akkor csak annyira volt pénzem, és ezt kitépjük belőle a brébe, nem kell ez ide. Műanyag szemét, tehát gyakorlatilag egy semmi, egy hulladék, egy már gyártáskor elavult valami, amit most kaptam ajándékba egy toner mellé. Közben megnéztem az adatlapját ennek a 9088-as IC-nek, ami valójában a TDA 7088T-nek a kínai koppintása. Ez egy egycsipes mono FM rádió. A 90-es évek elején lett kifejlesztve, és a Philips által gyártva, és azóta koppintják a kínaiak, azért mert ez a legegyszerűbb, leggagyibb kis FM chip tulajdonképpen, és ennyi kell, hogy egy sima kis rádió legyen belőle. Tehát ez gyakorlatilag egy 30 éves technika. Mivel ugye iPod formában van öntve, valószínűleg a 2000-es évek közepi termék, vagy végi. Ki tudja, sajnos ezeknél a kínai cuccoknál nem igazán lehet hát kitalálni, hogy mikor gyártású, de én arra tippelem. Itt látszik az adatlapja, igen, nem futott a képernyő felvételre, úgyhogy ja, legfeljebb linkelem a leírásba a dolgokat, de nem hiszem, hogy valakit annyira nagyon érdekelne. A lényeg az, hogy ez a 9088-as, ez a kínai koppintása az eredeti egycsipes kis rádiónak. Poénból megpróbáltam megkeresni AliExpressen, hát ha még kapható, de még a leggagyibb 500 forintos retek is képes arra, hogy legalább MP3-at lejátszom, vagy legyen rajta egy kártyaolvasó, vagy akármi, tehát most mit tudom, rámegyünk a legolcsóbbra, ugye ez, amit a Tesco-ba is még akár 1000 forintért is megkapsz gyakorlatilag, de még ez is egy MP3 lejátsz. Mondjuk, ha egy MP3 lejátszott küldtek volna, azzal már több mindenre mennék, mert azt akár még modulként is fel tudnám használni, de ez így ebben a formában gyakorlatilag egy elektronikai hulladék. Ezt jelzi a multiméterem is azzal, hogy inkább lemerült, mint hogy tovább kelljen nézegetni ezt. Szóval, srácok, ez egy ilyen kis e-waste mustra volt gyakorlatilag. Hát meglepődtem, amikor ez benn volt a csomagban, kurva régen nem láttam ilyet, tehát a 2000-es évek eleje, közepe, végén akkor láttam hasonlókat, azóta nem, tehát gyakorlatilag 10-15 éve nem láttam már ilyen cuccokat. Mindenesetre már több értelme volt ennek az egy darabnak, mint a gondolom sok-sok más társának, mert hát szerintem megtalálták egy raktár sarkába egy ládányi ilyet, aztán most adják mindenhez, vagy nem tudom, de mondom, furcsa volt, hogy ez így benne volt a csomagba. Akkor csinálok egy MHV2-re egy videót. Én ezt hívom nettó környezetszennyezésnek, mert legyártották, és megy a kukába. Semmi értelme nincsen. Főleg most már. Remélem ez a videó valamilyen szinten tetszett.
csak így érdekességként dobtam föl, aztán a következőben találkozunk. Addig is, sziasztok!